Az Országos Magyar Vadászkamara ismét a Tatai Gottwald Hotelben tartotta meg éves küldött közgyűlését április 7-én. Elsőként dr. Jámbor László, a kamara elnöke számolt be a köztestület 2015. évi tevékenységéről, melyet tartalmas, tervszerű és eredményes munkának minősített. Ezt követően Pektor János főtitkár egy új kitüntetés alapítását szorgalmazta. Természetesen nem több, mint a vadászkamara aranyérme, hanem ezüstérem lenne. A vadászkamara érdemérme címet viselné, a megyei szervezeteken múlik, hogy kit terjesztenek tovább az országos elnökség részére minden év április 15-ig, és az országos elnökség jóváhagyása után vadász ünnepeken kerülne szintén átadásra. És miután a kamarán belüli tisztségviselők megválasztására a résztvevők leadták szavazataikat, a számláló bizottság ismertette az eredményeket. A Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság elnöki tisztjére két jelölt volt, Pektor Lajos úr 65 darab igen szavazatot kapott. Dr. Varga Gyula kolléga úr 102 igen szavazatot. Én azt gondolom, hogy nagyon sok tennivaló van, hiszen az elmúlt időszakban nagyon sok dolog történt. Elsősorban hála Isten pozitív változás a magyar vadgazdálkodás területén, de ez egyben nagyon sok feladatot is jelent, és nagyon nagy kihívás. A következő időszakban a Vadászkamarának a Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottsága azon lesz, hogy az új, jönnen elfogadott, módosított vadászati törvény, valamint a jelenleg kidolgozás alatt álló végrehajtási rendelettel kapcsolatban olyan véleményt fogalmazzon meg, ami a vadgazdálkodás közös ügyét a következő időszakban előre fogja vinni. Ez az időszak, ez tartalmas gazdálkodásra ad lehetőséget, hiszen a vadászati törvény 20 évben határozta meg a gazdálkodás időtartamát, úgyhogy egy olyan lehetőség előtt áll a mai magyar vadgazdálkodás, ami szerintem egyedülálló és lehet, hogy megismételhetetlen, úgyhogy a szakmai szervezeteknek, az érdekképviseleteknek nagyon komoly lehetősége és egyben felelőssége is van abban, hogy ezt a tartalmat, vagy ezt a keretet, amit most a törvény megadott számunkra, ezt feltöltsük szakmai tartalommal. Ebben látom én a legfontosabb feladatunkat. Mindamellett nyilván olyan egyéb ügyekben is a Vadgazdálkodási Vadvédelmi Bizottságnak feladata van, ami térségi vagy területi problémát jelent, ezért mi a elkövetkezendő időszakban szeretnénk a területi vadgazdálkodási bizottságokat is ebbe a munkába aktívan bevonni, és az ő véleményeket is meghallgatni, hogy milyen problémák, milyen kívások előtt állnak, és ebben segítséget nyújtani számukra. Pektor János főtitkár úr, mint egyedüli főtitkári aspiráns, az érvényes 168 szavazatból, amit leadtatok, abból 148-at tudott magának begyűjteni. A Magyar Vadászat és Vadgazdálkodás hivatott lesz arra, hogy folytassuk azt a munkát, amelyikkel a világhírnévre tettünk szert valamikor, és a 70-es, 80-as évek kiváló vadászati, vadgazdálkodási eredményeit meg fogjuk tudni ismételni. Na most ehhez elsősorban kellenek majd olyan élőhelyi körülmények, amelyikben a magyar vad jól érzi magát, ezt meg kell teremteni. Kell hozzá egy nagyon komoly gazdasági háttér, hisz minden tevékenység valamilyen pénzügyi, gazdasági alapokon nyugszik, és kell hozzá az a szakértelem, amelyik szerintem ebben az országban megvan. Bizonyítja ez a mai nap is itt a küldött közgyűlésen, hogy azok a személyek, akik itt képviselik a megyéket, képviselnek egy-egy tájegységet, vagy épp egy vadgazdálkodási egységet, látszik, hogy szakmailag kiválóak és jól felkészültek. Egyre hívom föl a figyelmét a jelenlévőknek és a jelen nem lévőknek is üzenem, hogy nélkülünk és nélkületek ők nem fognak tudni normális munkát végezni annak érdekében, hogy a magyar vadgazdálkodás ugye előrébb kerüljön abban az időszakban, amikor nehéz ügyeket kell megoldanunk. Ehhez kívánok mindenkinek kitartást, egészséget és a ti segítségetekre appellálok. Köszönöm a figyelmet! Köszönöm.